vannak ám a picurok is, akiknek a kedvéért ez a házikó épült, és ők is tudják, hogy sziasztok, integessenek nekem a picura, hol a bandicica? És egy nagyon kedves kis mondókával szeretném indítani ezt a kis megnyitómat, amit 2005-ben, amikor a bandicica legelőször jelent meg Zalaegerszegen, akkor azt mondta a gyerekeknek, hogy bandicica a nevem, szervusztok gyerekek, pörgök, forgok, hízelkedem, ugye már is megszerettetek, cica vagyok, nevem Bandi, nem szeretek lustálkodni, felébredek kakasszóra, kezdődjék a játékóra. No hát így indultak a szálak 2005-ben. Tetszett, Marci? No, hát ez a játékóra azóta is tart. Hála sok-sok embernek. Legelőször is, akiknek szeretném név szerint is megköszönni, az Csobor Árpád, kedvenc munkatársam és férjem, aki nélkül nyilván nem lennék. A másik pedig, aki sajnos nem tudott eljönni, Nagy Zsuzsanna, ő a Bandicica Játékpedagógiai Alapítványnak az alapítója. Ő az én húgom, aki két napja a kis babának adott életet. Zsófiának hívják. Ő is megérdemli a tartót, köszönöm szépen. Óvodások, a Bandicica óvoda kisgyermekei, óvónénik, és itt vannak a családi napközinek a kisgyermekei is, mindannyian együtt, ez nagyon kedves az én szívemnek. Hosszasan tudnék beszélni, de nyilván nem veszem el sem az időt, sem az energiát a gyermekektől. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok mindannyian, itt vannak mindannyian. És szeretném is átadni pár perc erejéig, hogy ezt a mai kis rendezvényt köszönjük.